Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hódoló és dicsőítő szívvel állunk előtted, hogy megköszönjük ezt a gyermeket, a benne és vele adott életajándékot, a szülők és a család örömét. Emma Renáta, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. Estére hazaköltözik a város Szászfenesre, egy olyan településre, aminek már nem lehet tudni, hány lakósa van. Mondják, hogy az ország legnagyobb faluja, lehetnek akár 40-50 ezeren is. Sokan Kolozsvárról, de bőven vannak, akik messzi vidékről érkeztek ide. Mégis ebben a hatalmas, kaotikus együttélésben van egy közös, egy érdekes történet, aminek szemtanúi lehetünk. A Hívek és a Fiatal Lelki Pásztor kezdeményezéséből született a döntés, és 2013. április 7-én a Szászfenesi Leányvárban letették az új templom alapkövét. Ekkora számú református közösségnek meggyőződésünk, hogy szüksége van templomra, és a hívek, tehát a gyülekezeti tagok részéről is érződik az igény és az adakozás, a buzgóság a templomépítésre, és támogatásokat is kapunk más gyülekezetek részéről és a helyi önkormányzat részéről is. Szászfenesen nem csak templomépítésre van szükség, hanem a közösség építésére is, hiszen a hívek alig ismerik egymást. Nap mint nap, vagy vasárnapról vasárnapra növekszik, gyarapodik a gyülekezet, de attól a pillanattól kezdve, hogy megalakult az önálló anyaegyházközség, igen, beszélhetünk közösségről, gyülekezetről. Az ünnepségen az erdélyi református egyházkerület püspöke, Kató Béla, a volt püspök dr. Pap Géza, a volt esperes, Bibza István és más egyházi és világi méltóságok vettek részt. Az új 300 férőhelyes templomot Abos Edem érnök tervezi, számítások szerint már az idén tető alá kerül, és további 2 év alatt készül el. Egyre többen tekintik sajátjuknak a faluvárost, és elkezdték megkeresni egymást. Magyar a magyart, református a reformátust, mert az embernek alapvető igénye a közösséghez tartozás. Tulajdonképpen itt nem rokoni szálakon alapult a közösség, hanem mindenki, ahogy ide költözött, az egyházközségbe úgy csatlakozott, hogy tudta, hogy az egy olyan közeg, ahol nem csak, hogy integrálódni lehet, hanem ugyanakkor meg is élheti a hitén túl a közösségi élményét, kapcsolatokat építhet ki. Kezdeményezhet, és ebben megvolt a szerepe az időseknek is, a fiataloknak is, és gyönyörűen megtalálták a helyüket, és én ezt ma is érzem, hogy az a fajta sokszínűség, ami ijesztő lehet, mert hogy kezelhetetlen, az rengeteg pozitívumot is hoz, abban az értelemben, hogy szinte minden szakmában van elérhető segítség, szinte minden tevékenységhez van emberanyag, minden van, amivel dolgozni lehet és dolgozni kell. A katolikus településen néhány kilométerre Kolozsvártól alig voltak reformátusok. Alig voltak, többnyire távoli vidékekről érkeztek, odahagyva saját templomukat, emlékeiket. Ki gondolta volna, hogy én ezt még előszedem, ez a családunk. De ide még jött aztán egy kislány, mert 5 voltunk. Csak ilyen régi képeim vannak. Tehát ez az édesanyja? Igen, ez vagyok én, ez egy fiú testvérem, aki meghalt, ez az Ági, ez az Illus, aki meghalt. Még van a Marika, aki jött utánunk, Illus után még jött egy. Uh-huh.
Még van egy leánytestvérem. Ez igen. Ilyen ez volt a száz? Ilyen. Nem százszemesi, ez Kendilonai. Az az édesanyám háza. Ha azt a Kendilonai templomot kerekekre tehetném, és elhoznám ide. Mert olyan kevesen maradtak a faluban, már csak öregek, hogy nagyon kevesen. És ott volt egy szép templom. Na, templomban nőttünk fel, másképp volt azért mégis. Jobban érzi az ember magát, amikor a templomba megy, vagy amikor így egy házhoz is, akárhova. De akkor kocsik se voltak annyira, mennyi most van. Még talán bicikli se volt nagyon a faluba. Csak olyan kicsi házak voltak. Igen. Olyan régi falusi. Falu volt, ez nem volt város, mikor ide jöttünk. Hát úgy volt, hogy meghalt édesanyám, és mi Szamosújváról ingázni haza a faluba nem lehetett, mert nem olyan messzi, 18-19 kilométer, de csak elég messzi van. És édesapámot sem hagyhattuk ottan egyedül. És akkor itt volt a két testvérem, akkor ide kötöztünk. Akkor járni a városba jártunk, a templomba. De hogy ott is olyan nehéz volt akkor a járás, mert akkor még nem volt ilyen nagy közlekedés, mint mostan. Akkoriban még gyalog is mentek le a Herbákhoz dolgozni. És nem mehetünk a templomba se úgy. És ezelőtt 10 évvel költöztünk ide, Fenesre. És abban az időben még nem tudtunk arról, hogy hol van istentisztelet, hova lehet istentiszteletre járni. Van egyáltalán magyar templom, nem tudtunk róla, ameddig ezt megtudtuk végül is. És persze, hogy a panzióban volt a istentisztelet. Kicsit nagyon fura volt először oda járni. Végül is tudom azt mondani, hogy egy éve körülbelül a kisfiunkat, a második kisfiunkat ott kereszteltük a panzióban. Nagyanyádról ide kerültünk, vagyis Kolozsvára, a feleségem kolozsvári, és a lakodalom után vettünk egy lakást itt Szászfenesen. Ahogy ide kerültünk, körülbelül 10 éve, amikor ide kerültünk Kolozsvárról Fenesre, és jöttek ismerősök egyek mást, és érdeklődtem. Mennyeden is jártam a templomba, itten is kérdeztem, hogy Szászfenesen nincs református egyház. És akkor azt mondták, hogy de tartanak valahol egy lakásba, de akarják, hogy alakuljon az egyház. Magyar Valkai gyülekezethez tartoztunk, egész 2014-ig, akkor iratkoztunk át ide. Kolozsvárra jártunk, a Kakasos templomba, ott konfirmáltunk, én is, öcsöm is, és alig most 3 éve iratkoztunk át ide, az új gyülekezetbe. Ezt hallották, hogy van, és akkor... De... A tiszteletesor, mivel hogy Galata Damoson volt lelkész, ő keresett meg, és úgy átiratkoztunk ide. Itt van az alapkövünk, ezt annak idején is úgy terveztük, hogy a templom úrasztala alatt, vagy úrasztala előtt majd meglegyen a hely, ahol be tudjuk helyezni az alapkövet. Valójában, aki itt volt velünk, az tudhatja, hogy amikor az alapkövet letettük, pont, ugye mező volt akkor, de pont itt ezen a helyen álltunk. Hát 2008 karácsony előtt költöztünk ki Kolozsvárról, a kétágú templom, oda tartoztunk, honnan költöztünk ki, és akkor minket is felkerestek, persze mi is érdeklődtünk, hogy hová tudnánk istentiszteletre járni, templomba járni, akkor még nem tudtuk, hogy nincsen református templom Szászfenesen, csodálkoztunk is rajta, jött az az ötlet, hogy kéne önálló egyházközséget alakítani Szászfenesen. Az esténként óriási karácsonyfához hasonlítható településnek ősi története van. Nevét Szászfenesként a 13. században említik először, majd egy későbbi oklevél bizonyítja, hogy előbb a kolozsmonostori apát, majd az erdélyi püspök birtoka volt. A középkori római katolikus lakosságra a reformáció is hatással volt.
Mégis bár a 16. században luteránus lelkész volt, a katolikus folytonosság nem szakadt meg. A gyönyörű középkori katolikus templom a gótikus stílus jegyeit őrzi. A 14. században épült. Főbb elemei a beugró nyugati torony, a hajó és a szentély. A 150-es fölé emelkedő leányvár sok titkot rejt, tündérekről, kincsekről regélnek. Egy monda szerint a várban papok laktak, akik ide zárták be a környék fiatal lányait, és állítólag ehhez is köthető a vár neve. Álomszerű történetek, tele örömmel és szenvedéssel. Vajon legendává nemesül a 150-esi református templom építése is? Az építés csodaként élik meg, most utólag. Egy reménytelennek tűnő vágyuk teljesült, hamarabb, mint azt elképzelték. Igen, 2016 áprilisában érkeztem 150-esre, és az első feladatom az volt, hogy egy körzeti presbiteri konferenciát szervezzek meg, nyilván segítséggel, hiszen a presbiteri konferencia részéről is, meg a helyi presbitérium is szívesen mellém állt. És akkor abban a panzióban, ahol tartottuk az istentiszteleteket, oda gyűltünk össze, ott megvolt az előadás, és miközben ott szépen csendesen hallgattuk egymás beszédét, akkor bevillant, hogy emberek, hát nekünk van templomunk. És az ebéd előtti szünetben arra kértem a résztvevőket, hogy sétáljunk fel, és a záró áhítatot tartsuk meg a falak között. És ez a néhány kép arról szól, hogy a csapat nagyja feljött, és beálltunk a templom belsejébe, látszanak a falak, és akkor itt tartottuk meg az első istentiszteletet. Énekeltünk, igét olvastam, néhány gondolatot is elmondtam, és hát nagy élmény volt. Még ugye be sincs fedve, az csak a következő év tavaszán kezdődött el. Itt már gyűjtöttük a pénzt a templom fedelére. Hát igen, nekünk is ez volt a nagy kérdésünk, hogy most maradunk a biztonságot jelentő magyar létán, ahol egy kalotaszegi tradicionális környezetben élhettünk, és éltünk is szinte 16 évet. Vagy azt mondjuk, hogy még a szolgálati idő fele előtt váltunk, és egy újabb kihívás elé nézünk, hogy azért, amit lehet, még tegyük meg. És akkor azon gondolkoztunk, hogy ez most milyen kihívást jelent. Hát nyilván se parókia, ugye lakás adta, biztonság nem volt. Szolgálat ugye a panzióban, de mi úgy gondoltuk, hogy szépen lassan kialakul. Igaz, hogy 10 évre számítottunk, de egészen csodásan. Csodásan működik. Ez így van, ez így van. Ha néhány évtizeddel ezelőtt kérdeztük volna meg a 150-esi reformátusokat arról, hogy lesz-e saját templomuk, kételkedtek volna. Házaknál gyűltek össze, mikor kivállalta, hogy vendégül látja a maroknyi gyülekezetet. Volt, aki rendszeresen befogadta őket. Tartottak istentiszteletet művelődési házban, idővel megvásároltak egy tömbházlakást. Ma is itt találkoznak a gyerekek, fiatalok, kátéórát és kisebb összejöveteleket szerveznek. Még mindig itt vagyunk, mert nincs még gáz a templomban, uh-huh. És a tanácsteremben, az egész épületben, és akkor a gyerekeket nem tarthatjuk a hidegben, úgyhogy ide várjuk őket vallásórára, itt tartjuk a kátéórákat, itt tartjuk a bibliaórákat, itt tartjuk a délutáni istentiszteletet. Uh-huh. A hétköznapit,
És akkor vasárnap délelőtt és délután felmegyünk a templomba. Reméljük, hogy hamarosan ez is megoldódik. Megvettünk egy blokklakást. Azt a fiamnak a nevére, mert nekünk nem akartak adni az egyháznak, meg értük úgy, hogy adjanak. De úgy nem akartak adni lakást, és akkor a fiam nevére megvettük a lakást az egyház részére. És akkor... a mai napig használják. Igen, igen, abban van mostan a vallásorra, meg a, ott van az iroda is, ott a központ. Itt azonban nem fért el a teljes gyülekezet, amelyet egy panzió tulajdonosa fogadott be. Bár ugyancsak furcsa volt egyeseknek, hogy a mulatós helyen vasárnap délelőtt az urat dicsérjék, mégis egyre nagyobb volt az istentiszteleten való részvétel. Hát nem volt. Hol? Sokan ezt úgy éreztették is velünk, hogy hát én nem megyek egy vendéglőbe. Hát hogy menjek én egy vendéglőbe? Pedig én mindig azt mondtam, hogy az Úr Jézus úgy mondta, ahol ketten összegyűlnek az én nevembe, ott én is jelen vagyok, hogy aztán az egy vendéglő, vagy egy híd alatt, vagy bárhol, hogyha a Jóisten velünk van, akkor szerintem mindegy, hogy jól imádkozunk. Az egyik presbiter asszony vállalkozása, ő ajánlotta fel ezt a nagytermet. Ide vasárnaponként 40-50 ember szokott eljönni, amikor tartottuk, és ünnepnapokon több mint 80-an. Hát itt történt az ige hirdetés, ide volt téve egy urasztala. Hát volt, amikor áldozat volt, mert például ha volt asztal is, egy ilyen összejövetel, akkor sokszor mondtuk, hogy nagyon gyorsan kifelé, mert nekünk be kell rendezni a termet, mert lesz egy összejövetel, és úgy akkor egy kicsit olyan, vagy például a szombaton volt összejövetel, akkor nem mehettek haza az alkalmazottak, ameddig nem mostuk fel, nem készítettük el, másnap délelőtt az Isten tiszteletre, de attól még elég sok év eltelt. Azt hiszem, hogy négyszer készítettünk karácsonyfát itt, úgyhogy szem 4 éve, 2012-től, hát a tavaly őszig. A népszámlálási adatok azt mutatták, hogy 1000 körüli a reformátusok száma. Szükség volt az önálló egyházközség létrehozására. Százfenes református lakóiban egyre erősebb volt az igény, hogy befejezzék a templomépítést, és mindehez elengedhetetlen volt a gyülekezet építése is. Nem tudtuk, hogy mit hogy kell csinálni, kérdezősködtünk jobbra-balra. Én belekeverődtem a megyei és a kerületi presbiterszövetségbe is, éppen ezért, hogy konferenciákon, gyűléseken, találkozásokon halljam innen-onnan, hogy is kell gyülekezetet építeni. Gyerektábor volt, így van, fiataloknak, gyerekeknek, még táncórákat is, néptáncórákat is próbáltunk összehozni. És valójában volt, aki eljött, azok meg is maradtak, mai napig is. Oszlopai gyülekezetünknek. Egy ismerőst a másiktól szóltunk, hogy nézd, ki magyar, hogy gyertek ide, már alakul egyház, és így tudtunk összegyűjteni ezeket, mennyien vagyunk most. Egy életre való emlék, hogy lehetett, vagyis van egy kicsi, az embernek az életéből van egy kicsi kő, amit letettél, te is ott voltál. Vagyis aki majd idővel odajut, akkor azt fogja mondani, ő is ott volt. Mindenbe segítettem, amire szükség volt. Családlátogatás volt szervezve teológusokkal első évben. Tehát ebből mikor... keresték meg a családokat? Igen, volt listánk címekkel, és a népszámlálás szerint. És teológusokkal jártunk, és felkerestük a családokat. Sajnos itt el lehet veszni. Viszont nagyon sokan úgy jönnek, hogy érdeklődnek. És aki keres, az talál. És elér bennünket akár a templomban, akár az internetes oldalakon keresztül, megtalálják az elérhetőséget. Ha megismerkednek a szomszédokkal, azok már tovább tudják adni az információt.
sokan vannak, akik telefonon keresnek meg, és megbeszélünk egy találkozást. Magyarság, a románság is akárki szét van szorulva. Ameddig a panzióban tartottuk az Isten tiszteletet, mindenki azt mondta, hogy majd, ha kész lesz, jövök. De ha te nem tesz egy követ ahhoz a templomhoz, akkor nem várhatod, hogy kész legyen. Mindenki kell tenni egy követ, ma másképp nem lehet. Megdöbbentem azon, hogy azon a híren, hogy van 4-5 konfirmandus, aki a városban konfirmál, azért, mert itt nincs templom. És én ezt az élményt nem akartam elvenni a gyerekektől és a szülőktől, és akkor kitaláltam, hogy a falak közé majd sátrat állítunk, és Izraelnek is előbb sátor volt az istentiszteleti hely, és csak azután lett Salamon idején templom. Mindenki odaállt a munkához, ahol szükség volt. Például a padok készítésében is, a nők is odaálltunk, és festettük a padok lábát, és csiszoltuk, ahol lehetett. Nem lehet az Isten nélkül élni azért. Nem lehet. Adtak az emberek, és mentünk dolgozni, mentek közmunkára. A padokat is, ahogy mondtad, hiszen kaptuk őket, mert kaptuk. De rendbe kellett hozni. Aztán mondom, esett az eső, de mi festettük a padokat. Mert kellett október 1-ére, már még volt egy hét is, kész, be kell tenni a padokat. Egy olyan munka volt, hogy vajon meg leszünk? És ezt csütörtökön még így csináltuk, és vasárnap meg vártuk a miniszterelnököt, és a nagy napot. A reformáció 500 éves jubileuma jegyében avatták fel a Szászfenesi református templomot. Egy olyan településről van szó, amelynek lakói nem törzsgyökeresek. Az ország különböző helységeiből költöztek ide. Nagy kihívás volt egy helyi református gyülekezet létrehozása. Még nagyobb a templomépítés. Az alapkövet 2013-ban tették le, de a lassan létrejövő gyülekezet aligha remélte, hogy 10 éven belül saját temploma legyen. Végül számtalan egyházközség adományát egészítette ki az Erdély Református Egyházkerület és a magyar kormány jelentős hozzájárulása, és így szentelhették fel a bizalom templomát, ahogyan azt a helyi lelkipásztor nevezte. Az ünnepség keretén belül így fogalmaztam, hogy ez a bizalom temploma, mert úgy éreztem, hogy az építkezés során a bizalom kellett, hogy felépüljön, hiszen rengeteg embert kellett összehangolni, a munkájukat, a szavaikat, a gondolatokat. Sokszor volt egy-egy olyan megtorpanás, hogy hogyan tovább, és akkor esetleg nem azt mondom, hogy ki a hibás, hanem ki az, aki tovább lendítheti. És ebben az összefüggésben a bizalmat kellett újra és újra építeni, és én úgy érzem, hogy egy olyan rugóféle, teleszkopféle voltam ebben a helyzetben, hiszen ha két fél gondba került, akkor én a középen próbáltam ezt a rengést csillapítani, és visszaépíteni a bizalmat, és nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy úgy érzem, hogy sikerült. Vajon elérhetők vagyunk-e egymásnak, vagy leszünk egymásnak ebben az ember rengetegben? Azok, akik egy nyelvet beszélnek, akik egy hiten vannak. És az is nagy kérdés, hogy elérhető lesz-e a lelki pásztor és a gyülekezeti tagok számára. Meg tudják-e találni egymást a hétköznapokban is, de itt ebben a hajlékban, hogy egymásra találhassanak általam. És amikor most ez a templom megépült, akkor ez is úgy, mint Erdélyben nagyon sok helyen a hegyre épült, látható helyen kell legyen a templom, hogy bárki megláthassa, hogyha el akarja érni. Az ünnepi istentisztelet jelképesen egy keresztelővel kezdődött. Mindegy azt jelezve, hogy Szászfenes fiatal, gyerekes családoknak az otthona. Számukra kell jövőt építeni, és ezért készül el már is az új református óvoda és bölcsőde épülete. Nagy reménységünk van, hogy ez összejön, és akkor már nem kell bevinni. Mert őszintén nem a legkönnyebb. Korán kell kelni ahhoz, hogy bejussál.
Ez van sajnos. Egyelőre. Az emberek elég későn érnek haza a munkából. Korán indulnak, későn érnek haza. Tehát ezért nem lehet istentiszteletet hamarabb, hétköznap vagy bibliaórát hamarabb, mint 7 óra megtartani. Ugyanakkor, amikor nagyobb rendezvények vannak és készülni kell, akkor az emberek vállalják azt is, hogy szabad napot vesznek ki, csak hogy segítsenek. Ez nagyon szép, nagyon, nagyon meglepő élmény volt, hogy szükség van segítségre, úgy rendezték, hogy jöhessenek. Dolgoztunk közben, mindenki munkában volt, és délután 4-5-kor szaladtunk, tiszteletes úr hívott, na gyertek, hogy csináljuk, mit csináljunk, tehát ez egy olyan közös munka, amit biztos nem fogunk elfelejteni, és nagy élmény marad. Ezt mondják, hogy valóban 150-es Kolozsvár hálószobája, de itt nem alusznak az emberek, hanem tevékenykednek. És az alatt, a rövid idő alatt is, ameddig együtt lehet a közösség, azt nagyon intenzíven élik meg, szervezik meg, és még közömbösséggel nem találkoztam olyan szinten, hogy az elkeserítene, sőt, inkább éppen azzal, hogy van akivel együttműködni, szervezni. A falun az természetes, hogy a lelkipásztor kinn lakik, és jelzik az emberek, hogy látják, hogy ég a villany, vagy látják azt, hogy sokszor mondták, hogy na, most sokat volt fenn. Városi környezetben úgy tűnik, hogy az ember elbújhat. De ha ezt teszi, akkor tulajdonképpen maga alatt vágja a fát, mert éppen a saját munkáját nem fogja tudni teljességre vinni. Itt nem szabad elbújni, hanem éppen a találkozás lehetőségeit kell mindenféleképpen felkínálni. 2018. január 21-én megtartották az első imahetet a Százfenesi Református templomban. Ha van olyan gyülekezete Erdélynek, amely elmondhatja magáról, hogy oly sok irányból érkeztek ide, haza, akik az új gyülekezethez tartoznak, hát akkor ez az új templomnak örvendező közösség mindenképp elmondhatja magáról, hogy nagyon messziről sodródtak ide azok, akik most itt otthont találnak Isten jóvoltából. Tehát illik ránk az a helyzet, élethelyzet, amiről az ige úgy beszél, hogy Isten összegyűjti az övéit. A záró ünnepi istentiszteletre a Kolozsvári Református Kollégium énekkarát hívták meg, amelynek karvezetője Székely Árpád. Máté István lelkipásztornak külön élmény az előadás, hiszen Hajdan ő maga is a kórusban énekelt. Még csak félúton vagyunk, az épület megvan, és most folytatjuk tovább. Most sokkal nagyobb munka vár ránk. Én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal nagyobb szükség lesz, hogy próbáljunk mindenkit, igen, úgy összefogni, és mindenkit megkeresni, és meggyőzni, hogy
itt egy templom áll, és jöjjön, lássa. Mint vagyunk itthon. Ez a mi templomunk, és reméljük, hogy akárki belép hozzánk, legyen az akármilyen ajkú, akármilyen felekezetű, hanem istenfélő emberként, de legalább jó emberként távozzon innen, és barátunkként távozzon innen. Lelkemben mindig az volt, hogy áldott legyen az Úr, mert napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. És az igazság az, hogy ezt nagyon sokszor megéreztük, hogy ez így van. Sokféle emberi aggodalmon túl az Úristen szépen csendben rendezte azokat a dolgokat, amiket mi akartunk megoldani. Aztán rá kellett döbbenjünk arra, hogy Isten nem hagyott el egy pillanatra se.